A közös uniós agrárpolitika hazai és EU-s forrásai révén 2021 és 2027 között 7537 milliárd forint érkezik majd a vidék megerősítésére az elkövetkező 7 évben. A magyar kormány megháromszorozta a jelenlegi 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési program forrásainak nagyságát. Minden egyes nemzetállamnak van lehetősége nemzeti önrészt hozzátenni a támogatásokhoz. Ez az önrész eddig 17,5% volt, a jövőben 2023-tól ez 80% lesz. És ezt a 80%-ot már elfogadták, úgyhogy úgy néz ki, hogy 2023-27-ig a nemzeti támogatással kiegészülő uniós támogatások, ezek 80% nemzeti önrészsel lesznek kiegészítve, ami egy hatalmas összeget jelent. A gazdáknak érdemes kihasználniuk a pályázati lehetőségeket, mert a tárca már 2021 első felében meghirdeti a legújabb programokat, felhívásokat. A falugazdászokon keresztül mi próbálunk minden termelőhöz eljutni, és az imént említett most már kiírt pályázatok, először volt az az úgynevezett nagy ATK-s pályázat kiírás, aminek már lezárult az elbírálása is, ami 100 millió forint feletti támogatási összegekről szólt, és jön majd hamarosan a kis ATK, az állattenyésztési telepek korszerűsítése, amire csak 100 millió, csak idézőjelbe, 100 millió forint támogatásig lehet támogatást igénybe venni, és minden mellé fog majd társulni, amit már nagyon várt mindenki, az élelmiszeripar támogatása, hisz itt mindannyian tudjuk, hogy agrártermelés élelmiszeripar nélkül nincs, és ezt nagyon szeretnénk, hogyha az élelmiszeriparban is részt vennének a magyar vállalkozók, és akkor a rövidellátási lánc, amelyet már mi megkérdettünk évekkel ezelőtt, nagy valószínűséggel teljesülni tud. Bár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete segít tájékozódni abban, hogy milyen forrásokat lehet felhasználni, azt tanácsolják a gazdáknak, hogy előzetesen mérjék fel a pályázati jogosultságot. Mindenkinek azt mondom, hogy számoljon, és ha van lehetősége, próbálkozzon, de viszont, mint minden, itt a pályázatoknál is egy előzetes piackutatást én mindenkinek javaslok, hogy nehogy belevágjunk kész nélkül, vagy gondolkodás nélkül, és akkor biztos bukta lesz, hisz ezekkel a pénzekkel el is kell tudni számolni, és a hosszú fenntarthatóság az meg elengedhetetlen. Jelenleg 7 munkacsoportban folyik a 2023-2027 közötti időszak forrás felhasználásának tervezése, tavasszal pedig széles körű társadalmi vitát indítanak az ágazati igényekről, beavatkozási lehetőségekről és intézkedési tervekről.